Sziasztok sportársak, szeretettel köszöntelek benneteket újra itt a Fitkes stúdió karanténjában. Folytatódnak az edzések a ti kérésetek alapján. A múltkori átmozgató edzések után most már egy konkrét, alapozó edzéssel foglak várni benneteket, felépítve tematikusan 6 blokkban. Minden egyes blokk különböző izomcsoportra fog edzést nyújtani számotokra, ezeket a blokkokat összegyúrva és külön-külön is tudjátok majd használni. A bemelegítésről ne feledkezzetek meg az edzés elején, és a nyújtás a végén ne maradjon el. Fogadjátok szeretettel ezt az alapozó csomagot! Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hasblokkunkba. Nagyon sokan kértétek, és mindig mondjátok edzéseken is, hogy hasazzunk. Hát hasazzunk, én nagyon szívesen hozom nektek a hasizom gyakorlatokat, de ne felejtsük el, helyi zsírégetés nincs. A hasizom gyakorlatok előtt, a bemelegítés után természetesen, nagyon jó, hogyha csinálsz egy-két kardió feladatot. Mi is most ilyet fogunk csinálni, lesz 3 feladatunk, de már itt is dolgozni fognak a has és a törzs izmai. Jó? Kezdjük is el. Készíts majd oda egy matracot, mert sokat fogunk feküdni. Első feladat. Kéztámaszban futni fogunk, akinek nem megy, az csak szépen sétál, akinek megy, az tempósan szedi a lábát. Gyere! 8 7 6 5 4 3 2 Jó! Icipici pihenő. Mindig rakjál minimális pihenőket azért a gyakorlatok után, addig, ameddig nem érsz el egy olyan edzettségi szintet, hogy az állóképességeddel már bírsz akár egy percet is mondjuk megállás nélkül. Jó, de ezt neked kell érezni. Második feladatunk, szintén kéztámaszból indul. Mutatom lassan. Kilépsz a jobb lábaddal a jobb kezed mellé. Ez a könnyített verzió, ha valakinek nem megy tovább, akkor ezt ismételje, jó? Ha valakinek megy, kilép, ezt a kezét fölrakja ide a térdére, és a másik lábával kirúg. Vissza, hátra, lép, jó? Másik oldalra is ismételjük. Kilép, térd fog, kirúg, vissza, zárt. Lép, rúg, vissza. Ez már egy haladó feladat. Azért mondtam, ha nem megy, akkor csak váltva lépegessél ide a kezed mellé, jó? Nagyon fontos, nem győzöm hangsúlyozni, a fokozatosság elvét betartani. Jó, nagyon ügyes vagy. 3-3, 4-4 darab elég lesz, most bemelegítésként a has előtt. Megyünk tovább, mi mindig maradunk kéztámaszba, jó? És csak uta vár. Jó, figyelj, üt, föltol a sátor, és vissza engem. Üt, föltold, vissza. Még egyszer. Nagyon jó. Leülünk egyelőre, és az ide készített törölközönket megfogjuk a fejünk fölé. Nagy terpeszt teszel. Kinyújtod a karodat, és törzsdöntésekkel megpróbálod az alkarodat lerakni. Középen mindig megállsz. Ha ez nem megy, ha nem tudod lerakni, akkor csak dőljél. Jó? Akkor csak dől. Ha megy, akkor egészen. Lerak. Lábadat próbáld meg lent tartani a talajon. Jó? Csak törzsből dőljél. Még egy. Szuper!
marad a töröl között, hanyat fekszünk, kinyújt a kéz. A jobb lábat fogod húzni a másik talajon, és átöleled minden préssel a térdedet. És kinyújtod a lábad, és nyújtod a kezed. Húz, tor. Na még, esetleg, akinek ez túl könnyű, nehezítheti, hogy a földön levő lábát derékszögbe teszi, és tartja. Fontos, ha már a haladó verziót csinálod, akkor ne így tartsd a lábszárat, jó? Mert annak semmi értelme. Tartod a derékszöget. Na még kettő. Tartod derékszögbe mindenki, mind a két lábát, összegyúrod a kis törölköződet, átad, és a fej fölött is. Átad, átad. Ha valakinek ez nehéz, vagy műtötték a hasát, akkor váltott lábbal emelgeti. Találd meg azt a verziót, amelyiket szabályosan véghez tudsz vinni. Na még három. Jó, megyünk a másik oldalra. Megfogod a törölközőt, és húztól, vagy a nehezített változatba, derékszögbe tartod a másik lábadat. Na még négy. Szuper! Nem vagyunk kész. Megyünk hasra. Marad a törölköző. Törzset lábat megemeled, és behúzod a törölköző. Húz, tol, nem rakod le, csak tartasz. Ez az. Hat. Négy. Három. Kettő. Nagyon jó. Megyünk az oldalunkra. Páros lábat fogunk emelni. Ha esetleg nem megy a páros lábemelés, akkor egyesével fönt, alsó mellé, vissza, le. Fönt, mellé, vissza, le. Ha megy, akkor viszont mehet párosan, amilyen magasra tudod, de nem kell teljesen 45 foknál magasabbra emelni. Csak tart! Könnyített verzió. Alul levő lábat lerakod, alul levő kezet kinyújtod, a felső kéz a füled mellett, és a felső láb és a törzs karral együtt 20-tól 8 darab. A nehezített verzió, hogy az alsó lábat tartod közben. Nagyon szépen dolgoznak a ferdehasizmok. Ügyes vagy. Még mindig maradunk itt, ezen az oldalon. Alkartámaszba jövünk. Könyököd a vállad alatt. Könnyített verzió. Alul levő láb behajlítva. Fölső rajta nyújtva. Csípőn a kéz. Emeled a csípődet, és vissza lerakod. Jó? Ez a könnyített verzió. Természetesen a haladók kinyújtják az alsót is, és úgy emelik a csípőt le és föl 10-szer. És megpróbálod tartani. Csak tart! És mosolyog. Jó! Ha a jobb alkarodon támaszkodtál, akkor a jobb lábad van a talajon. Természetesen, ha nem, akkor fordítva. Jó? Tehát én a jobb oldalamon voltam, jobb lábamra fölrakom a balt, tarkóra teszem a kezemet, és minden préshez emelem a lábszáramat is. 12-szer. Kezdőknek 8 untig elég, jó? Utána pedig határa csillagos ég.
Nagyon jó. Most a föltett lábad oldalára kirakod mind a kettőt térdedet, tarkon marad a kéz, és préselsz. Nagyon figyelsz, hasizomnál nagyon figyelsz a levegővételre, nem győzöm hangsúlyozni. Szájon fúj, óron szép, hasfal feszít. Nagyon jó. Amelyik oldalra kiraktad a lábad, ugye az az oldal eddig még nem dolgozott, úgyhogy most megyünk. Kinyújtod a lábad, és jönnek a lábemelések, vagy párosan, vagy ahogy mutattam, a könnyített verzióba, fönt, fönt, lent, lent. Lassan, meg vagyunk a 10 darabban, és megyünk alkarba. Ezt az oldalt elismételjük, és utána jöhet a plank kihívásunk. Fönt, lent, 10 darab. Picit megtart, jössz hanyat, a bal lábadra rakod most a jobbat, hogyha bal oldalon voltál. Jön a 8 és a 12 közötti ismét részszámú présed, a levegővételre figyelve. És jön a plank kihívásunk. Hol is tartunk most? 45 másodpercnél. 45-nél. Kihívásra fel. 3, 2, mehet. Ezeket a hasblokkokat, vagyis ezt a hasblokkot bármelyik edzésed végére be tudod illeszteni, illetve ki tudod egészíteni bármelyik kardio edzésedet, ugye hasazással. Kérdés szokott lenni, hogy először hasazzunk, vagy a végén. Én óra végén szoktam mindig a hasizomblokkot betenni, de természetesen ez nem kőbevésett szabály. Az óra közben is vannak olyan intervall órák, ahol az óra közepén hasblokk van. Tudod, ha nehéz, lerakod, utána visszajössz. 10. Kedves egészségetekre! Legközelebb találkozunk! Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előre hozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. 3-szor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele. Hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll. Keresztbe magad előtt nyújtva a kar. A másik. Bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted. Másik.
Lapockát közé beteszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!